A hétvégén minden eddiginél többen indultak a Tóth Géza emlékversenyen, melyet a hagyományőrző Szavária kupáról kereszteltek át a 2011-ben elhunyt olimpiai ezüstérmes súlyemelő emlékére. A felnőtt női mezőnyben 5 szombathelyi súlyemelő versenyzett, a moszkvai Európa-bajnokságra készülő Boros Viktória, Gyűrűs Barbara és Polgár Mirjam mellett Simon Szintina és Gerő Lilla képviselte a haladás színeit. Már a szakítás során kiválóan teljesítettek a szombathelyi lányok, ami nagyon jó előjel a közelgő kontinens viadal előtt. Maradt még bennük azért pár kiló, de mindenki oszta szépen legalább 2 fogását, úgyhogy örülök neki. Jó kis felmérő versenyez nekünk a felnőtt Európa bajnokságra. Ugye Barbie, Miri és Viki készül erre a viadalra. Ez egy jó erőállapot, illetve koncentrációs állapot felmérése ez a verseny nekünk. Junior kora ellenére Boros Viktória várta az első helyről a verseny második szakaszát, a lökést. Szeretnék 113 kilót lökni, egyéni csúcs lenne és országos csúcs. A mostani országos csúcsot is én tartom, de ez jól lenne a felnőtt EB, ez egy biztató eredmény lenne. A 18 éves versenyző teljesítette célját, 108-ról 113 kg-ra javította korosztálya országos csúcsát, és az abszolút versenyben aranyéremmel zárt. Polgár Mirjam pedig a dobogó harmadik fokára lépett fel összetettben. A haladás VSS súlyemelői közül Gyűrűs Barbara a plusz 87 kg-os, Gerő Lilla a 64 kg-os kategóriában végzett az első helyen a Tóth Géza emlékversenyen.